Minden rendben van, hát nem maradtatok itt. Pedig kár. Pedig most következik. Most következik az igazi. Most következik a... Lampardle. Üdvözlök mindenkit ismét. Három rövid horrorban. Bizony, a mai adásban muzéjszakára megyünk, és meg fognak minket átkozni, miután kimentünk onnan. Nézzük is. Első játékunkat szintén a toplistából, a Movie Night-ot. Voices in the dark. Entertainment. Ez már valami. Night in the Dark. Ez már is jobban néz ki. Talán a grafika. Nincs már display? Ja, nekünk. Igen. Legyen max 60. Szinkronizáció legyen. Lesz itt, ahogy látom. És ez egy teljesen ingyenes játék, pedig nagyon szövevényesnek tűnik egyelőre. Az a micsoda hét. Olyan jó lenne, csak lazítani, és nézve valami filmet. Miért nem kezdhetem el? Meg az adás is elment. Ezek azért... Micsoda modellek? Ja igen, ez a fajta játék, amitől megfájdul a fejem. Start a microwave and place the popcorn. Majd előbb kezdjem el és utána tegyem be. Jaj, így. Erre csak simán megfogja. És hol a popcornod? Nem lehet bowlingozni? De hol van a popcorn? Betetted már? Ja, betette. Helyes, grab the soda from the fridge. To place it a tray. Under tray. Ez lenne az? Tálcát kér. Itt meg tálca nincs. Úgy. Gyönyörű. Tálastul. In the living room. The tray. Nincsen fényünk. Postcard. Examine. Üdvözlet Floridából, Amanda. Látlak hamarosan Cole-tól. The tray. Living room az a living room. Csodálkozom ebbe a vaksötétbe, nem találom meg a tálcát. Milyen tálcát? Ja, hogy ez a feketeségben. Oké. Már most szeretlek. Fia, azt nem mondta, hogy alászorult. A
Tesztel, ők mindennel számoltak, csak velem, nem? Igen, csak egy filmet szeretnék nézni. És csak rá cuppantja. Jéj, megvan a popcorn. Megvan a tálca, megvan a minden. Semmi nem rontatja el ezt az estét, ugye? Jött eszembe új nap. Fényerős még toljuk fel nekem. Jó fej, hogy ráteszi. Jaj, fogjuk meg az egészet. Aj, de. Jó, felrázzuk. Szóval megijesztőbb jelenetnél lesz egy jó kis meglepetés. Jó, már leszettem. Check the closet. Blankets from the basement. Ezt miért ott tartod? Jó, hova ment a basement ide? Ja, itt van azért. Rendbe tartják. Többnyire. Ez a blanket, ez nem a blanket. Ez blanketnek tűnik nekem. Nem látod? Basement. A basement. De ebben nincsen semmi, nem tudom szétütni se. S másszak fel. Szedjem ki a kazettás mennyezetből. Ja, megmutatja a játék, hogy lehet pakolni. Canister. Looted. Miért? Minek? Hova? Akkor lootolok még egy canistert. Már most utálom ezt a játékot. Tele van felesleges hülyeségekkel. De őszintén, mi a tökömért lennék be a pincébe? Ha csak egy kis takaró kéne. Komolyan, mi ez a játék? Már megint semmi alapvető logika nincs. Hol van a basement, mert akarsz egy takarót? Milyen logikus dolog, nem? Oh. Cserébe a grafikától hányok. Mindig imádom. Mindig imádom az ilyet. Rájöttem. Ha nem írná ott a bal felső sarokba, el se hinném. Oh, de ez a... Oh. Könyörgöm. Ha kiírod, hogy hova menjek, és én oda megyek, hogy ne legyek már a hibás. A készítő jobbat tud, mint a... Azt mondja, air to use. Nem, air to grab. Nem megy az angol? Volt itt valami. De ne zavarjon. De nem megy az angol. Hát én egy csávót is láttam, de ne zavarjon. És indult a kör. Ja, lock windows.
Ne aggódj, már bent van. Egy. Mekkora marka van? Meg akkor hozom a sütőlapátot, az nagyobb. A filmet is baseball tővel nézném. Nem kell bezárni az ablakot. Betörri. Ja, eltűnt a film. És valami még... Where could it be? Hó máshol, mint a pincébe. És miért is ne zárnának be? Miért is ne ugranak nekem a WC? Mondjuk. És miért nem azok zseblámpát? Miért nincs egy rendes... Csillár! Nem az a kis fos... Olyan kedves, hogy felmászatok! Miért nem félek el? Hol lehet? Hol lehet? Tudni kín van. Hát nem érted. A filmért jött. Nem vitted vissza. Becsületes dolgozó, persze, hogy elviszi. És hogy ilyen magasan a tükör. Mondom, nem jó játék, nem lehet lehúzni a vécét. Én mondom. Minden jó játékban le lehet húzni a vécét. Itt nincs. Ott sincs. De könyörgöm, miért kell egy darab olyan sarok is a saját házunkban, amikor még tudjuk, hogy nincsen semmi horror. Ahol konkrétan vak sötét van. The door opened? That's strange. Who did this? Oh my god. My movie. Wow. Huh. Milyen életű. Csak egy rémálom. Kösz Isten! Jaj, ne! Nyugodj meg! Nyugodj meg! Ne akadj ki! Jó, most már tetszik. Beszélni akarok. Ne szórakozz velem! Nem fogok zavarni. Vagy bárki mást? Többé? Leszpoilerzd a filmet, ha te vagy a szörny! Ott a szörny! Csak úgy eltűnsz? Ja, ijesztő dolgokat csinálok. Tapogatok a szablakokat. Kinyitom az ajtót. Nem érzem mostanában jól magam. Ezt nem tudom tovább csinálni. Hogy mi? Nem akarom a többi ezt csinálni. Nem bírom, hogy szörnynek néznek. Hiszed vagy sem, megpróbáltam barátságos lenni. Bárki... Mindenki csak egy... Nagy ijesztő szörnyet lát, akitől kiáltozhatnak. Amitől lehet félni, mit lehet utálni. Valami, ami megérdemli, hogy egyedül legyen. Nem kívántam, hogy így éljek. Ebben a világban élő emberek megmutatták, hogy mindig is szörnynek fognak látni. De a legjobb, ha a világ többé nem lát engem. Bocsánat.
most is zavartalak? Ja. Elengedlek. Jó, akkor kinyissam, vagy... ki tudod? Én nem tudom. Hehehe. És szeretnél maradni? Filmet nézni együtt? Fogadj, hogy az lesz a vége, akkor is kinyír. Ez volt a csel. Sosem láttam még filmet ezelőtt. Szeretem a romantikus történeteket. Akkor ülj le. Forró csoki jó lenne. Kicsit várjunk. Nem ezt? Jó, egy kicsit nektek is jobb lesz. A hangja, mert elég halk volt. Heat up cocoa in the microwave and place it on the coffee table. Cocoa, 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 cocoa. Ja, már eleve benn van. Ki gondolt, hol? Azért... hát, benne van a vérben még? Milyen meghitt éjszaka? Oh. Feltudnék még a hűtő tetejére. Ugrani? Ne, hát még ne, it's not the best, but... Benne maradt? This is wonderful. It's much better than what I normally drink. And what's that? Sok helyből, mint általában iszok. Human blood. Emberi vér. Csak szórakozok veled. You should see the look on your face. Mert ez a popcornba. Tökéletesen bele. You got me. Are you proud of yourself for that one? Jó, büszke vagy magadra. So what do I call you? Do you have a name? Minek nevezzelek? Van neved? Az én nevemen úgy hívnak, hogy... emberi nyelvre lefordítva... Harold. Harold. Üdv, Harold. Mit értem? Harold? Mi a baj a Harold-a? Nothing. You just don't look like a Harold. But it's a fine name for you. My name's Amanda. It's a pleasure. Nem Amanda. Amanda a kalanda. You're welcome. Thanks for not killing me. Köszönöm, öltél meg. Don't mention it. Jaj, semmi. So if you aren't going to scare people anymore, nem akarsz. What will you do? Embereket érzgetni? Mit fogsz csinálni? Volt egy álmom. De sose fog megtörténni. Okay. Jajának, mint now nekem. You have to tell me about this. El kell mondanod, tudod-e? No, it's dumb. Hülyeség. Hey, dreams aren't dumb. Az álmok nem hülyeségek. Tell me. A tiéd se. Okay. Mondd el. But you can't laugh. Ne nevess. I won't. Ne fogok. I want to be a pizza delivery guy. Pizza kiszállító? What? You said you wouldn't laugh. Mondottad, nem nevetsz. I'm not laughing. I'm just very surprised. Csak meglep. Why do you want to deliver pizza? Mert házhoz mehetek az áldozataimhoz. Figyeltem a szomszédokat. Ja, jön a pizzás fiú, és... és mindenki boldog, aki ajtót nyit neki. They always look so happy to see him. Just once, I'd like to know how it feels to have someone excited to see me. Hogy valaki örüljön, hogy láthat. I'll be excited to see you for our next Halloween-kor mindig bejön. Really? Tudod? Yeah, this has been the most interesting movie night of my life. And we haven't even started the movie yet. Legyom az éjszaka, és még el se kezdtük. Köszi, Amanda. Anytime. Now let's just enjoy the show. Október 31. Valóra vált az álmod?
Minden október 31-én. Azt a segget. Mármint, hogy milyen jó volt az a film. Az a flashlightom volt? Szóval ez volt a movie night. Wow. Ja, 1 gigától én kicsit hosszabbra számítottam. Sokkal hosszabbra, de a grafika persze kitette. Ez... ez nagyon pozitívan meglepett ez a vége. Ez valami baromi jó volt. Mondjuk, ha azokat a hibákat kijavítaná, ami kicsit felcseszett, mondjuk pont az, ami elaltatta bennem azt a tudatot, hogy ez nem csak egy klisés horror, lesz egy random erős jumpscare-rel a végén. Ez nagyon adta. Wow. Nate borító alapján. Ez az erős kezdés. Erős kezdés ez a három horrorhoz. És legalább a vágással is megkönnyítette a dolgomat. És végre nem kell vágtosni a kis baromkodásaimat. De ez tényleg nagyon jó volt. Beszélgetés azzal a szörnyel egy részt, hogy megjegyzés lehet egy kicsit világosabb, hogy élvezhetőbb legyen. De tényleg kellően sötét volt ahhoz, hogy elaltassa a gondolatot a fejemben, hogy ez egy... hogy ez egy tucat horror lesz, ami jobban néz ki, mint amilyen. De a sztori úgy vetekedik a minőségével is. Egyelőre. Jöhet tovább, készítőt megjegyzem.